Rákosmente önkormányzata környezetünkért felelősséget érezve ismét ingyenes konténeres építési törmelékgyűjtést szervez a 17. kerületben 2020. szeptember 19-én szombaton. A lakosság délelőtt 10 és délután 16 óra között összesen 6 helyszínen adhatja le a sittet. Így Rákos Csabán a Pöröly utcában, Rákos Csaba új telepen a Rácsos utcai parkolónál, Rákosligeten a Fak Károly téren, Rákoskerten a Csongrád utcai rendelő előtti parkolónál, Rákoshegyen a Víztorony mellett, valamint Rákoskeresztúron a Pesti útnál, az Egerszeg, Egerszalók és Cséplő utca közti területen. A lom, veszélyes hulladék, valamint zöld hulladék leadása ez alkalommal nem lehetséges.